azt egyszer kipróbáltam. Szóval ennyi, tehát hogy a fight rendszer ennyi, hogy egyszerre egy támad, balra vagy jobbra dodge-olsz, és egyébként meg, meg így lősz. Tehát hogy... ez a kipróbálás olyan volt, mint az Annabelle? Szerintem nem, én nem úgy emlékszem, hogy azt... tehát azt szerintem nem a parasága miatt. Hülye vagy! Hát tudjál már meghalni. Ezt a parasága miatt hagytam? Szerintem csak szimplán nem tetszett nekem. Na hát, hogyha itt nem jön föl, meg nem élet föl senki, akkor, akkor lenyelem a kalapom. Én nem úgy emlékszem, hogy azt amiatt hagytam volna abba. Már most tudom, megfordulok, följön valaki, fölkapom a kesztyűmmel azt a szart. És rájuk húrom. Hogy tök erős a pisztoly, baszki. Nekem az rémlik, hogy annyira nem élvezted, hogy nézni is kínszenvedés volt. Mondom, hogy nekem inkább ez rémlik, hogy egyáltalán nem élveztem a játékot. Nyilván azt meg úgy akkor borzasztó nehéz streamelni, hogyha ha valami annyira nyögvenyelős számomra, akkor nyilván azt nektek se tudom jól átadni. Nem élvezted, hogy kiszaladtál a szobából. De az Annabelle-nél volt, jó? Az más. Az egészen más. Várj, a háromszögön van az ujjam, megint az az arcleharapós fog jönni. Ó, az nem az. Ez például, hogy nincs dodge-bazd meg a játékban. Fölkesz még, vagy mi van már veled, ha... Jézusom, mi történt a lábaddal? Mondjuk nem itt, ha érdekelne. Az Annabelle... Igen. Az Annabelle az teljesen más volt, ott örömömbe. Tehát, hogy annyira élveztem a játékot, hogy örömömbe szaladgáltam egy kört. De megígérem nektek, hogy nem hagyom abba a streamelést, amíg az Annabelle-t végig nem játsszuk, jó? Tehát már most tudhatjátok, hogyha az egyik streamet úgy fogom fölülni, hogy Annabelle, tudni fogjátok, hogy valószínűleg az az utolsó stream. Vagy
utolsó stream, de ha eleget donételtek, lesz még. Hát csak hogy tudjátok, hogy mire számítsatok. Hűha. Ez nagyon nagy, nagyon üveg, és nagyon nem tetszik nekem. Én nem megyek az üveg közelébe. Hát mondjuk ez néz ki sokkal jobban. Vagy ráadásul az Anna... Úristen. Na, ott hányan fognak. Oh. Annabelleton? Az mi? Mármint, hogy... Nem. Ez túlságosan sok irányból lehet megközelíteni. A utolsó, mert hogy utána a mentő viszel. Igen. És hol van? Ó, ne, jaj, ne, ez ilyen, megszűnt a... Nem jó, Na, ez most mondom, hogy miért nem jó. Mert megszűnt a hang. Ez mindig rosszat jelent. Nyugdíjba vonulok? Még nem terveztem. Csak tudod, most az a módi, hogy meg kell lebegtetni azt, hogy abba hagyod, akkor ugye ömlik a donét, és akkor mégse. Várj, most hol vagyok? De elvesztettem a fonalat. Most hol? Várj, ezt kiszedem. Átrakom ide. Nem lehet, hogy pont innen vettem ki az elő? Ó, nem. Ó. Oké, de most én ezekhez azért nem feltétlen szeretnék nagyon hozzá... Jaj, ne. Ne, jaj, ebből ki fog jönni? Nem jött ki. Nyugalom. Semmi nem jött ki belőle. Ne aggódjál. Na, mi van az inventorimban? Ez a grip battery charger. Na, hát azt most azonnal eldobod. Inkább vegyed föl szépen, de sürgősen azt a 5 darab ammo, azt biztos nem hagyjuk ott. Na hát látok, ott ment a Ficus Cookies. Azzal már nem először találkozunk. Te milyen vagy? Te olyan szopós? Az nem, de az igen. Úgy talán az úgy jó volt. Ó, nézzétek csak! Ezeket itt kísérletezték? Ez eléggé úgy tűnik nekem. Nekem nagyon is úgy tűnik, mintha ezeket így létrehozták volna, vagy legalábbis itt valamit... Csak megoldotta. Ebbe van fuse? Nincs. Ú, az nem jött, viszont le kell googolnom. Annak nincs szája. Hát mondjuk ebbe majdnem biztos voltam, hogy annak van, de mindegy. Jó, és ide miért jöttem?
Ja, láda. Csak ezt nem vettem észre. Nice. Ha, viszont valamit nem tudok fölvenni. Az Instant Heal, viszont van ott egy Pristine Energy Converter, ami többet ér, mint a sima Energy Converter. A sima Energy Convertert eldobhatom, a 100-at ér, a másik 200-at azt hiszem. Tehát az a heal az meg szerintem meg még többet ér, mint bármi. Mondjuk van, nagyon-nagyon sok töltényem van. Jó, figyelj, én eldobom akkor ezt a Pristint is, majd legfeljebb, hogyha tudunk, visszajövünk, de az a heal az szerintem többet ér. Na mindegy, ott sok cucc van. De ezek szerint ez egy opcionális rész volt. És legnagyobb bánatomra amúgy, most nem tudom, hogy akkor merre. Ó, szép zsilibrendszer. Szia, Bazi, hello, hello. Jó, figyeljetek, akkor ezt innen kiszedhetem, ez biztos. És akkor mégis abba az irányba kell menni. De most megint itt van ez a hal. Ó! Nem, nem véletlen. De ez előbb is így nézett ki, vagy ez most megváltozott? Mondjuk valami biztos, hogy változott, mert ezek nem voltak itt. Jó, hogy ugye a fegyveremen van lámpa, meg rajtam is van valami minimál. Na igen, erre emlékszem, tehát itt jöttem el a akkor mégis be kell menni abba a nagy laborba. Ezek szerint ide most be fogunk jönni. Szóval egy fight közben elég nehéz egyébként váltani a fegyverek között. Ahhoz is kell idő. Na jó, hát figyeljetek, ha meg kell baszódni, ha meg kell baszódni. Ezt adom. Ez jó, ez eltaláltad, Slash. Ez jó volt ez a film. Szia, Flicker. Purge Cycle. Get the... Kelly Guard. Azt szerintetek ingyen fogják odaadni nekem azt a guard dolgot? Nem, mi? Na, hát hand cannon ammót kaptunk. Na, a jó hír, hogy... Amúgy... Csak mondom... Hogy láttam ott egy robbanthatós... ládikót. Jó, ide tudunk jönni, ha ellőttem minden ammómat fölöslegesen. Na nyissad ki fele, én azt nem akartam bezárni még. Jó, keresnünk kell egy gárdot. Első körben most jövök ebbe az irányba. Oké, ajtó balra. Ó, de kellemes. Kredit. Death is coming. Hát ezt tudom, amióta elkezdtem a játékot, ezzel az egy aspektusával abszolút tisztában vagyok, köszönöm szépen.
Figyeljétek, addig, ameddig nem lövöm el az ammóimat, addig ezek közül semmit nem fogok tudni fölvenni. Az égvilágon. Szia, Anna. Hello, hello. Hát szerintem a grafika egyébként Kalisztó protokoll tekintetében mindenkinél ugyanolyan. Tényleg nagyon-nagyon szép a játék. Ó, most hol vagyok? Itt megint van egy crafting. De nem jó, de nem craftolnom kellene, eladnom kellene, haverchávó. Na, várjál. Azt mondja, hogy a melee fegyverre tudunk, oda tudjuk rakni már most akkor a 900-as upgrade-et. Jó. Tehát megvan az erősebb melee fegyver, és 2700 kellene ahhoz, hogy kimaxoljuk. Na, 2700 az amúgy elég sok azért. Ez meg a lesz. Na figyeljetek, olyat szerintetek tudok-e, hogy ide kidobálom ez ugye mind ide jött. Borzasztóan remélem, hogy ott össze van stackelve minden. De most elmegyek és visszahozok mindent, amit föl tudok szedni és eladni. Ezek pont nem olyanok, de értitek. Veszett, nagyon szépen köszönöm az egy évet. Jó, először ne erre menjünk, hanem menjünk visszafele, mert csomó volt, amit nem tudtam fölvenni. Na, szóval hol volt? Itt jobbra befele biztos, hogy van olyan, amit föl tudok venni és eladni. Ez mindenképpen. Ebből kijön egy heal. Más nem volt. Jó, itt más nem volt. Akkor mehetünk egy picit visszább. Mert visszafele is volt olyan... Hú, szerintetek vissza tudunk oda menni? Várjál. Melyik helyen volt az a sok fölvehető, amit ott hagytam a földön? Ha itt kimegyek, és jobbra, abba az irányba, ugye? Mert onnan jöttem most vissza, és akkor elméletileg ott kellene lennie az egyik szobába. Abba, csak akkor oda vissza kell raknom a izét, nem? Nem, ez unlock. Igen, azt hiszem itt voltak. Csak azért, mert ez most akkor viszont csomó pénz lesz. Hallod, inventory már most full. Jó, a grip battery az keveset ér. Azt el lehet dobni. Nagyon jó, eldobtam, hogy még egyet lássak abból. A save az szerintem egyébként cloud save lesz, hogy hát a játéknak készítő egy mentést. Ha a save fájlokat nem törlöd le, akkor szerintem működnie kell. Az visszanőtt? Hát ez mozgott, bazd meg. Az visszanőtt. Oké, mi nem ér sokat? Ez egy energy. Ezt a grip batteryt, ezt újra, ez hogy került vissza az inventorimba? Energy converter, oké. És van egy pristine energy converter is. Hm.
Mit dobjak el? Haj, ez az örökös izé menedzsment. Dobjam el az öt shoti ammót. Eldobom az öt shoti ammót. Csak mert azt tudom, hogy ez például kraftolni is olcsóbb. Igen, ott legalább van item box, itt nincs. Én azért várnék egy mondjuk inventory upgrade lehetőséget, vagy most érted? Miért nem tudok magamra rakni egy hasitasit, amiben belefér még egy sor nyitem? Nagyon, nagyon kevés cucc lehet nálam. Én azt furcsálom. Jó, mondjuk, ha belegondoltok, miért lenne box? Tehát, hogy egy irányba megyek folyamatosan, tehát nem, elméletileg nem térek vissza a spotokra. Minden, ami nálam van, azt eladhatjuk. A 11 töltény amúgy 110. 100-ért adom el a healt. És 500-ért gyártom, az mondjuk genyó. Hát még így is csak 800-at tudtam összeszedni. Az mondjuk annyira nem sok. Pedig most aztán mindent eladtam. Jó, azért biztosra kellett menni. Unit online. 888-an van. Aha. Pisztolynak is egy nagy damage bónuszt tudnánk adni. Szerintem, tehát vagy itt ez a 900 érne sokat. Hát ez a kombót növeli, will break the ascent, I have the block of officer. Increase the general, nem, ez az ág, ez annyira nem tetszik. Ammo capacity, itt van egy kis damage upgrade. Nem, a shotit azt nem növeljük. Hát, mindegy, várnunk kell így is, úgy is, vegyük vissza a cuccokat. Így is van, minden szépen visszavettünk, van 24 pisztoly, 2 heal. Teljesen jók vagyunk. Menjünk először erre. Itt van egy zárt ajtó. Hát igen, én értem, hogy ott is az van, de... Aha. Oké. Ez jó tudni, hogy akkor ez volt az a shortcut, tehát mindenféleképpen abba az irányba kell mennünk a lockereken keresztül. Ott fogunk megszerezni valamit, és jövünk ki azon az ajtón, amit ott láttunk most. Zárva, gondolom én. Jó, na nézzük, mi fog megbaszni még. Ó, Isten, annyira nem szeretem, amikor így elkezdünk kúszni, csúszni, mászni. Most itt van előtt... Én nem is merek oda nézni. Le fog smárolni! Ó, fú! Megbaszt!
Láttam a szemedet! Shoot the tentacles. Oh. Shoot the tentacles. Expose tentacles. Oh. Ez megvan, hogy full HP-n voltam. Ez full HP-ról egy hitelt. Vagy hát így egy kombózott. Az igen. De én lőni cseszed, de nem engedte. Ha. Tehát ez nem szabad, hogy kétszer eltaláljon, mert akkor fixen. Akkor fixen megöl. Jó, oké. Semmi gond egyébként, csak annyit kell csinálni, hogy tovább kell dodge-olni. Tehát, hogy ennek nem kettes, hanem hármas kombója van. Itt nem engedi, hogy lelőjem a csápokat. Tehát ezek a csápok, azt csinálják, mindenféleképpen mutálódik. Tentacles and mutations. Exposed tentacles are a warning that the enemy is about to mutate into a stronger form. Mutated enemies have more health and stronger attacks. Hát ezt észrevettem. Shoot the exposed tentacles to quickly kill the enemy. Stomp on downed enemies to prevent them from mutating further and attacking again. Értem. Tehát ráadásul a földön lévőt azt még meg is kell taposni, mert tovább mutálódik. Jó, tehát hogyha jön majd legközelebb egy enemy, aminél látunk csápokat, szimplán csak le kell lövöldözni a csápokat. Vagy hát meg kell próbálni ellőni a csápokat. Ez meg az az ajtó lesz, amit mondtam. Így van, gondoltam. Várjál, most viszont 904-en van. Hát figyeljetek, mondom, mi a problémám. A blokkot nem igazán használom. Nem igazán blokkolok egyelőre, mert ugye akkor is sérülök, és nem tartom jónak azt a trédet. Azzal ott úgy mi történt bent szerintetek? Tehát, hogy most azt buffolni, az mondjuk abból a szempontból lehet érdekes, hogy ha buffolok, akkor azt mondja, hogy activates passive stun. So that an officer takes less damage. Tehát, hogy ez segíti azt, hogy ha blokkolok, akkor még kevesebb damage-et kapja. De amúgy meg nem blokkolni kell, hanem el kell dodzsolni jobbra vagy balra, nem? Hallgatunk majd, Atanos. Nem tudom, most erre kíváncsi vagyok, hogy ti milyen irányba fejlesztenétek. Én úgy gondolom, hogy ami nagyon értékes, az biztos vagyok benne, hogy a melee fegyvernek a maximál damage-e. Az biztos, hogy nagyon sokat ér. Ez 2700 pénz, ez elég soká lesz meg. A másik ága, na ezt nem tudom.
Lightweight alloy attachment enhances swing velocity by reducing aerodynamic drag, increases the length of an officer melee combo. Ez csak meghosszabbítja a melee kombónat, tehát hogy nem hármas ütésem lesz, hanem gondolom négyes. Abból nyílik egy olyan, hogyha a melee attackomat valaki blokkolja, akkor eltöröm a karját. Igen? Azt mondjátok, hogy ezt húzzam föl? A jobb oldali? Tényleg? Jó. Legyen úgy. Akkor húzok ebbe. Igen, mondjuk, hogyha azt nézem, hogy ha az az oldal is megvan, akkor ugye most beleszoktunk futni olyanba, hogy ráütök valakire és blokkol. És hogyha én abba a blokkba eltöröm a karját, az viszont nem hangzik rosszul. Jó, adom, igazatok van végül is. És a shotiba rakhatok több ammót. Végül is akkor inventory space-em is több marad, mert több ammó megy bele. Nem kell, jó lesz nekünk egyelőre az izé. Jó, maradjunk ennél. Oké, ezt föltöltjük. Az be van töltve. És akkor gondolom most kell visszamennünk a nagy központi spotra, ahol egészen biztos, hogy nem leszek egyedül. Az a csápos kellően genyó? Ja. Bár mondom, nekem még mindig még egy picit azt mondom, hogy végletekig kellene bonyolítaniuk. Ha. Egyiket szerintem lehetne sneaky killezni. Vagy mivel van 30 töltényem, ledúrogtatom az összeset. Avagy... Nem ezt szerettem volna odahúzni. Nem ezt. Az úgy kifejezetten kurva jó volt, ügyes vagy. Ha ezt nem kellett volna megvárni. Egy HP. Mindjárt csosszok vissza Józsi onnan. Én lehet megvárnám, míg ide jön, meg ki tudja még ott hány spawnol. Szarni rá? Én nem biztos, hogy szeretném az úgy. Gyere, inkább gyere! Nézzük meg amúgy a melee kombómat. Hey! Hey, az anyád! Az most sikerült? Hallod, megint egy HP-n maradt kb. Azt izgalmasan megtapostam, ugye? Tehát az már nem lesz többé. Gondolom már nem.
Azaz, most leengedjük azt a zöld gempőcöt belőle. Ez szerintem... ez fájni fog. Purge cycle in progress. De ne nézz rá! What the fuck? Az... ó, ne. Aha. Anyád! Láthatatlan! Ne passad meg! Ne passad ki a belit! Még nem elég! Jött még! Ó, hogy az a... ó, bazeg! Na, bocsán! Töcsi, 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 töcsi! Vácsá? Van még? Belelátok a heréjébe. Igen? Igen? Nincs még? Nem volt még? Nagyon jó, tehát azok így le... így... ilyen ha... ijedtél már meg létrától? Oké, lepörzsöltünk valami... ilyen fikát. Oh shit. Come on. Come on. Hatch sealed. Beginning pressure check. Fall című filme? Nem árat, miért gyilkos létrák vannak? Én arról nem is hallottam még. Na ez fog fájni. Ó, baze. Autómentés volt, autómentés volt. Itt bármikor hallhatunk. Nem, nem gyilkos létrák vannak benne. De miről szól akkor az a cí... mi? Fall. Ez ilyen létráról leesős. Predátoros horror játék. Pressure check complete. Releasing gate valve. Releasing gate valve. Oh. No, no, no! Csukd be a szád, léci. Ez az. Gigantikus. Hallod a... mi az? Mi az? Hallod a... komolyan mondom, a budafoki akvapark, vagy hol van az az akvapark, az nem ennyire fán. Az a baj,
hogy kötve hiszem, hogy ezt csukott szájjal végig tudja csinálni. Tudjátok, hogy mennyi fost evett meg ez alatt a csúszás alatt emberünk? Ez sokat segít. Jézusom, mennyien vannak itt! Nyomja, 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 nyomja! Fúj, nincs maci, csugaszád! Üsse, rúgja! Bármit csinálj vele, csak ne! Édes Istenem! Meggondolod, ebbe a vízben nincsenek, mi? Nem sokan csinálták meg ezt elsőre, de itt mi volt a nehézség? Jobbra-balra kellett csúszkálni, hogy az akadályt kerülni. Ugye milyen hihe? Without a pedal. De ebben mi volt a nehéz? Tehát, hogy itt nem kellett fájtolni. Csak jobbra-balra nyomkodni a izét. Kíváncsi lennék, hogy itt mi az, amire mondjátok, hogy nehézséget okozott másnak. Mármint, hogy mi azoknak az akadályoknak mentek neki az emberek? Vagy mi? Ha én elsőre megcsináltam, akkor hidd el, hogy nem volt nehéz. Ja, a ventilátorokat. Ja, ott mondjuk rezgett a léc, hogy ott az sikerülni fog-e, vagy nem. Van helyem? Nincs. Akkor viszont... Várjál, ez lehet, hogy instant heal, úgyhogy nem healelek el előre. Nem. Akkor elhealelek. Shoot the tentacles. Jó, igen, azt már megbeszéltük. Igen, a ventilátor, oké, a ventilátoroknál értem, az lehetett olyan, ami nem sikerül elsőre, mert mondjuk ott neki mész. Szerintem nekem szerencsésen jött ki. Shoot the tentacles! Megfordította a nyakamat a fejemen. Kérdés, hogy most honnan fogjuk folytatni. Innen. Nem is volt rajta tentaköl. Hé, most más volt alá. Nekem tűnt másnak. Hm.
De az már nem mutálódik szerintem. Mindig él. Állítólag, ha a lábát ellövöm, az le is tud szakadni. Igen. Soti nem sebez szerintem jól, srácok. Szerintem kifejezetten szarul sebez. Nem láttam rajta tentakölt. Ha a millivel kombózni jó, de önmagába gagyesz. Én is úgy érzem, hogy a pisztollyal jó így lövöldözni, de a shotival nem. Hát itt biztos, hogy valami még göbaszos. Habitat? Ajjaj. Hű. Wow. Ó. Wasn't that something? Ez mondjuk szép. Tram station. Ide jöttünk. Akkor viszont előtte megnézzük, hogy mi van ott az ajtó mögött. Nem. Szerintem az a sisakos, az még nem volt átalakulva. Aha, oké, kaptunk egy kis kreditet pluszba. Azért általában szokott még itt lenni, gondolva. Nem tudjuk, hogy ez micsoda, viszont azt le tudom onnan szedni. Ez biztos, hogy opcionális rész. Jöttem pelussal! Ez nem tűnik kicsi opcionális résznek. Oké, jöhetnek a tippek. A háromból melyikből fog az arcomba ugrani valami? Tegyék meg tétjeiket, az egyes szekrény, a kettes szekrény, vagy a hármas szekrényből? Kettő-kettő bal, 3-1, 3-1, itt a piros, hol a piros? A legtöbben a kettesre szavaztatok, tehát nézzük a kettest. A kettes nem nyert. Ez ki se nyílt, az egyesből sem ugrott rám semmi. Itt most jó fej volt a játék, nem ugrott ránk sehonnan semmi. Ott viszont van egy lik. Majd meglátjuk, hogy az ott mit csinál velünk. Szia, Zserman. Ilyenkor amúgy, aki az egyes, vagy kettes, vagy hármas szám helyett valami mást ír be, az hülye? Tehát, hogy azzal mi a cél? Köszönöm a mai dolgot, ami volt. Ja, szia Alex. Őszinte leszek. Nem értettem veled egyet.
Tudom, hogy miért írtad. Nyilván én egyébként azt a részét értettem, hogy nagyon-nagyon sok, mint ahogy Nessa is elmondta, nagyon-nagyon sok általános info volt benne, ami szerintem azoknak, akik minimálisan utána néznek a dolgoknak, egyértelmű, de sokaknak tud már az is segítséget nyújtani, hogyha valaki csinál egy olyan videót, amit már előtte 25 különböző másik ember is megcsinált, csak magyarul. Ezt olyan köntösbe bújtatja, amilyen köntösbe tudja, az a srác szerintem egyébként jópofán csinálta meg, tehát rendben volt. Nekem sem volt informatív, nekem igazából az nem tetszett, ahogy ott faszul neked estek. Tehát, hogy érted, faszul, elmondtad a véleményedet. Még kell, hogy neked is tetszön ugyanaz a videó, amit mindenki megnéz. Ezt el lehetett volna mondani... Fúj! Ezt el lehetett volna mondani kultúrákban is. Na jó! Alig ve... De miért? Amúgy én miért jöttem ide? Ó, mert hogy ez nekem olyan rohadtul kellett. Abba biztos, hogy volt olyan fej... Pina. Azon csodák... Oké, arra fele van egy fölfele meneteli lehetőség. És az mi? Aj, én inkább ellövöm. Ó, még bele is Google. Ó, ne is lehet-e. Ó, végem. Itt egészen biztos, hogy most meg fogok. Na, hát itt kijövök, és azonnal nyakon harap. Figyeld. Hopp, puff, jobbról. De várjál, itt meg egy létra van. Elnézést azoktól, akik most vacsoráznak. Amúgy nagyon ennék valamit, mert éjszak nem ettem semmi komolyat, mert ki van a gyomrom. Na! Ezt akartam volna. Tessék. Jó van, egyész, szívjál. Csak Léci, ne maradjon nyoma, mert Zsani meglátja, jó? Tehát próbáld meg kultúrátan csinálni, jó? Köszi. Köszi. Ezt remélem úgy csinált, remélem úgy szívtál, hogy jó volt neked is. Én annyira nem élveztem, de az a lényeg, hogy te neki ennek örültél. Horror game alatt leszel a legéhesebb. De ritka! Beteg vagy. Majd veszel sálat. Jó kasmír sál, mi? Ja, várjál, most visszajöttem. Na, ez jó hír, mert most az van, hogy le kell menni megint. Le kell menni megint, és most a lépcsőn kell fölmenni. Meg egyébként visszatérve pont egy olyan ember kötött beléd legjobban, aki nálam meg banolva van, Alex. De ez már csak egy ilyen side note. Ez jó Twitch pszichológiai kísérlet lehetne. Sokszor láttátok már ti is, ha írsz valamit cseten, és a streamer beléd áll, nem ért veled egyet, akkor a tömeg is a streamer felé billen, még akkor is, ha nem így gondolják.
Senki nem akar gondolkodni, vagy mást írni, mint amit mond. Na hát, az bazd meg, a legjobb Twitch csatornára jöttél. Itt tudod, mikor értenek velem egyet? Soha. Itt pont az ellenkező. Én mondok valamit, az tuti bazd meg, hogy a másik dolgot fogják csinálni. Tehát abban egészen biztos lehet. Tehát ha nekem van valamiről véleménye, szöges ellentétbe áll az övékkel. Tehát, hogy... De amúgy meg ezen ne lepődj meg. Tehát alapvetően egyébként azt kell tudni, hogy nyilván egy Twitch chaten, egy streamernél olyan emberek vannak, akik ők szeretik nézni, és valamilyen szinten akár gondolkodásba, hozzáállásba, XY dologba egyetértenek vele. Nyilván te is inkább olyan streamet nézel, ahol hasonló értékeket képvisel, vagy a gondolatmenettel szoktál egyetérteni, a gondolkodásával, stb. Most nyilván nem kezdesz el nézni egy olyan streamet, ahol egy darab közös pont nincsen. Ezáltal, hogyha valaki megérkezik a chatre... Azt a kur... Na hát ennél jobb fogadtatásban részesül. De alapvetően, hogyha ott meg van valami konfliktus, legyen az a streamer irányából, vagy mondjuk pont egy random néző beleáll a streamerbe is, és ezt éppen a streamer mondjuk lereagálja, akkor nyilvánvalóan a közösség az meg ki fog állni mellette. Szóval ez valamilyen szinten egyébként szerintem elvárható, nem elvárható. Mondjuk én tökre szeretném, hogyha engem a közösségem védene, és nem csak szapulna, de hát érted, kinek mi jár, ki mivel dolgozik. Nagyon szépen köszönöm az ezres csírt. Köszi szépen, de... Enélkül is írhatsz a chatre, így is kedvelni fogunk, mondjuk így most ezerszer jobban. Ezt azért tegyük hozzá, de itt amúgy nem megvásárolható semmi. Csak a szeretet. De hát az élet minden területén így van. Arra várhatok, látod? Na most nekem... Na de várjál, állj! Most megint átmegy... Pedig fölmentem a lépcsőn, az egy dead end volt. Most bejövök itt, azzal megint nem leszek elő. Ott a fa, fú! Na, ne csináld már! Igen? Nagyon jó, most akkor megint fölmászok a létrán. Kipukkadt, mint egy pattanás, igen. Tényleg nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen az ezres csírt. Nagyon nagy lelkű tőled. Ezerszer jobban kedvellek például most, mint... Slash-t. Hát ott, tehát, hogy... Nem, 750-szer jobban. Mert Slash megküldött egy 250 csíres hangalertet, úgyhogy azt azért nem felejtjük el, nyilván. Nem számolom, csak... Csak érted, tehát, hogy azért... Na. Na, oké, tehát ott tartottunk, hogy what the fuck, tehát, hogy körbejöttem, jártam ott is, onnan átjöttem, de akkor ez, várjál, akkor ez egy dead end? Oké, és kacok, valamit lent kihagytam? Ahol beugrottál a trutyiba, előtte van egy létra. Na várjál, akkor megint mehetek körbe. Hallottatok már az új Deathloop játékról? Itt trutyiból lyukba, lyukból trutyiba. Itt ez van. Na tessék, tehát igen, megint ide jöttem. Nagyon jó. Hihetetlenül különlegesnek érzem magam, hogy ezt már megint megtehettem. Mielőtt leugrasz a trutyiba, van egy létra. Hol? Itt ugrok be a trutyiba. Előtte van egy lé... Mi erre?